A Lévai Gimnázium és a Bokik már az idén, a színház pedig a tervek szerint jövőre csatlakozik a Miskolci Távfőre. A társaság megvalósította az egyenletes díjfizetés rendszerét is. Sikeresnek értékelte az évet a MIHÜ ügyvezetője. Az évértékelőn a dolgozókat is köszöntötték. Tavaly Budapesten egy komplett hőközponti blokk összeszerelése volt a távfősök viadalának egyik kihívása. A Magyar Távfőszolgáltatók Szakmai Szövetsége idén Egerben rendezte meg a versenyt, amire a MIHÜ másodszor is delegálta munkatársait. És Vajtó Bertalan, távfűtési operátort. Az évértékelőn a teljes csapatot jutalmazták. A vezető távfőcégek munkatársai vettek részt, és nagyon-nagyon színvonalas volt, és nagyon sok mindent tanultunk egymástól. Sok új technológia megjelent, amit még napi szinten nem használunk, de reméljük, hogy rövid időn belül bekerül a mi vállalatunk rendszerébe is. Ildikó 1987-től dolgozik a távfőszolgáltatás területén. Kollárné Molnár Ildikó már régóta dolgozik a távfőnél. Ma az ő munkáját Miskolc város távfőszolgáltatásáért díjjal ismerték el. Ez a bizalmi légkör azt jelenti, hogy tulajdonképpen a személyes ügyfélszolgálatunk, illetve a személyes megkereséseknek a száma jóval magasabb, mint az elektronikus megkereséseknek a száma. Ez azt jelenti, hogy bíznak az ügyfelek bennünk a tájékoztatásunkban. A társaság legrégebbi dolgozóinak munkáját is megköszönték. Nyíri László beszélt a fejlesztésekről és a beruházásokról is. Szeretnénk a szolgáltatási kört növelni, ez két célt is szolgál. Egyrészt a Miskolc város levegőtisztaságának egyik eszköze lehet, hogyha a távfűtést minél inkább elterjesztjük, és a belváros nem szigetszerűen működő fűtési rendszerekkel, hanem egy modern távfőszolgáltatási rendszerrel működik. Az ügyvezető szerint minél több az ügyfél, a költségek annál inkább kevesebbek, ezáltal a munkájuk is eredményesebb. Miskolc való igaz, green és smart, ha úgy tetszik, zöld és okos várost épít. Miskolcon ma már a bekerülő hőenergia 60%-át zöld energiából állítják elő, így a MIHÜ tökéletesen illeszkedik a Green City elveihez. Nagyon sok miskolci családnak biztosítja a lakás melegét, ugye több mint 30 ezer, és amire még büszkébbek szoktunk lenni, hogy mind a megújuló energia tekintetében, mind pedig a kifejezetten a geotermális energia tekintetében 50 illetve 60% körüli az az arány, amit önök biztosítanak. Az évértékelőn elhangzott az is, hogy jövőre a környezetbarát Miskolci Távhőre a Miskolci Nemzeti Színház is csatlakozik.